Az idei évben első alkalommal nyitja ki a kapuit a Spájza hétvégén. A Szent István téri termelői piacon már a húsvéti időszakra hangolják a kilátogatókat. Az eseményen mindenki feltöltheti az éléskamráit a közelgő ünnep jellegzetes termékeivel. Több mint 20 megyei termelő hozza ide a termékeit. Lesznek itt most kifejezetten széles körben mangalica termékek, füstöltárú, sajtok, szörpök, lekvárok, fűszerek, amit megszokhattak a látogatók. Az érdeklődők a már jól ismert termelők portékáival találkozhatnak, de újdonságként például homoktövis termékek közül is válogathatnak. A márciusi Spájz fő programeleme a húsvéthoz kapcsolódóan egy nagy családi tojáskeresés lesz, amelyre kifejezetten a kisgyermekeseket várják. Zárt térben az Erzsébet nagyszálloda belső udvarán rejtjük majd el a tojásokat előzőleg, és ezt kereshetik meg a kicsik a szülők segítségével. Az Erzsébet nagyszálloda kávéháza felől megközelíthető kis vaskapunál lesz szombaton 10 órakor a gyülekező, ide várjuk a családokat, és akkor együtt megyünk be, és indítjuk el úgynevezett startpisztollyal a keresést. A rendezvényen lesznek kézműves foglalkozások és nyereményjátékok is. A program március 24-én szombaton 9 órakor kezdődik. További információkat az Agrikum termelői termékek boltja Facebook oldalán találnak.